Szervusztok, üdvözöllek titeket egy újabb esti vlogban. Nagyon rég volt már esti vlog, illetve hát videó is nagyon ritkán van a csatornán, hiszen hát mostanában azért elég sűrűn dolgozom, nem jut időm arra, hogy videózzak nektek. Sajnos ilyen az a munkaköröm, én dolgozok. És úgy gondoltam, hogy már volt korábban videó a déli pályaudvarról, viszont most szeretném tüzetesebben megnézni, mert itt csak átrohantunk, és nem néztük meg közelebbről a dolgokat, hogy igazából egy egész elhagyatott város lapul itt Budapest szívében, hiszen rengeteg üzlethelyiség van, illetve hát nem csak itt jellemző a déli pályaudvarnak, keletinél is, meg mindenhol máshol a körúton, hogy rengeteg olyan üzlethelyiség van, ami teljesen romokban van, nem használja őket senki, és olyan, mint egy kis szellemváros Budapesten belül, úgyhogy ezt szeretném nektek megmutatni, és most sajnos nincs nálam a stabilizátor, hiszen munkából jövök, hajnali 2:45 van, és amíg várunk a buszra, addig gondoltam, hogy csinálok nektek egy ilyen kis videót, mert nap mint nap elmegyek erre és szörnyűködök, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Szerintem kezdjük is innen a metró bejárattól, látjátok, hogy már le van zárva, hogy a metró nem közlekedik, nyilván hajnalban, és ugye itt van egy feljáró, igazából a jegypénztárakhoz. Régebben itt is voltak bent boltok, már amióta gyerek vagyok, én nem emlékszem, tehát gyerekkoromból sem emlékszem arra, hogy ez nyitva lett volna, nem tudom, mikor kezdték el lezárni, vagy nem jártam akkor erre sűrűn. Ugye itt kívül lehet fölmenni a vágányokhoz, és ami nagyon nagy kedvencem itt a déli pályaudvarra, mondom, nincs nálam a stabilizátor, ezért remélkép akkor elnézést kérem, az, hogy gyakorlatilag aknafedelek vannak, ami be van festve, hogy itt hibás a burkolat. Nézzétek meg, a járólap fel van teljesen szakadozva, és kedvencem ezek a bóják, valamint ezek a fémlapok, ami alatt ott van az akna. És itt még talán körbe van bójázva, hogy figyelmeztessenek, de nem mindenhol van ez így. Látjátok, itt fekete, hogy mondjam, ilyen zsákkal le van fóliázva, hogy lássátok, hogy itt nem üzemel semmi. Van egy fotocellás ajtó, ami még egyébként áram alatt van, mert itt kapcsolgat, de nem nyitja ki az ajtót. Nézzünk be ezekbe a helyiségekbe. Úristen, ilyen régi szocialista ilyen izé van ott. Burkolat. Vannak, azért gondoltam, hogy közelebbről megmutatom, mert vannak olyan helyiségek, ahol még teljesen éppen megvannak a dolgok. Nézzétek meg, is le van fóliázva. Bent vannak hűtők. Sőt, ki vannak írva az árak. Nézzétek meg, Meggyes Párna. Nem tudom, hogy rátok nektek zoomolni. 210 forint. Úristen, de jó skifli, 210, minden 210 forint, vaníliás párna is. Ez akkor nagyon régóta zárva lehet, mert már jóval 500 körül vannak az árak. Lejárat a Jakubinusok tere felé. De vannak azért üzlethelyiségek, amik még nyitva vannak, tehát nem minden zár be. Például itt a virágárus, ez még megvan. Illetve, ha jól tudom, ez a gíroszos is üzemel. A használt ruha kereskedés. Elmegyünk közelebb. Tehát próbálom két kézben fogni a telefont, hogy ne remegjen be annyira. Vigyázat emelkedő. Szörnyű. Az a baj, olyan koszos az üveg, hogy nem lehet nagyon belátni. Én látok, csak a kamera nem lát be. Akkor elmegyünk arra szépen, és ott is megnézzük a üzlethelyiségeket, mert elég sok van belőle, ami itt a déli pályaudvaron nem üzemel. Itt van nyilván egy gíroszos, az üzemel. Valamint ugye itt is lesz majd egy feljárat, ami szintén le van zárva. Ott van a Hupikék Törpikéből, azt hiszem a kuka. Nézzétek meg, itt van a feljárat, amit nem lehet használni. Ez elképesztő tényleg. Erre érdemes egy fotót készíteni, mert hihetetlen, hogy itt van egy ilyen fedett feljáró, és mégsem lehet arrafele közlekedni, és lemegyünk ide. Akkor megnézzük itt is az üzlethelyiséget, itt egyébként van egy kocsma. Ez 1-2 évvel ezelőtt jártunk bent ismerőssel, nem tudom, hogy azóta üzemele még, de nagy valószínűséggel ez még nyitva van. Nézzétek meg, egy teljes kert van itt, ami el van zárva kordonokkal.
Ugye már volt erről szó, meg videó erről a felújításról, hogy évek óta ez így fel van állványozva, és életemben nem láttam itt munkásokat azóta, úgyhogy nincs az, aki felújítaná, mert ha azt mondanák, hogy oké, felújítás alatt van, és évekig elhúzódik, de nincs, aki felújítsa, mert konkrétan sose látok itt munkásokat. Ugye azért van lekordozva nyilván, mert életveszélyes, ugyanis le vannak esve itt a burkolati elemek. Arrafelé is érdemes elmenni, ha van ilyen mikró, de ez lesz a kedvenc részem. Ezt szerettem volna bemutatni, mert tegnap is itt voltam, és vártam a buszra, így szörnyűködtem. Ez egy dolog, hogy az elektromos lámpából folyik a víz, illetve a álmennyezett szanaszét van szakadva. Elképesztő, ez a kedvencem, ez az időkapu. Régebben itt telefonfülkék voltak, és hát fel. Gondolták, hogy egy vicces feliratot tesznek, teleportkapukat Újpestre, akik Újpestről akarnak hallani. Ha Balatonra szeretné menni, akkor ez lesz a te utad, a te fülkél, mert ez a mi riviéránk. Ha Marsra szeretnél menni, akkor a Laposföld hívőknek ingyenes ez a kuckó, tehát nekik nem kell fizetni viteldíjat a teleportért, illetve itt a Hanyatló Nyugat, ami 70 éve, és még egy ideig hanyatlik. Hatalmas, tényleg, és nézzétek meg, itt a Royal Vodkától kezdve a sofroni sörig minden található, bedugdosva, valamint itt egy Tinta Patron töltést lehet kapni. Jön a bot, Tinta Patront szeretnék vásárolni. Gondoltam, hogy egy urbex videót csinálok innen, és sokkal komolyabb, mint a közlekedési tematika, mert egyszerűen hihetetlen, és ezt muszáj, hogy megmutassam, mert nem hiszek a szememnek. Emléltek, egy báv zálog fiók volt, bent egy kukával, falak már le vannak verve, illetve itt félig a padló is, viszont még mindig bent van a kiváltás, elzálogostás pénztár. Ha van aranyakláncotok, gyertek, adjuk be az aciba. Elég durva, nézzétek meg. Betonvasak kilátszanak innen a plafonból. De nem túl biztonságos. Van egy antikvárium, ami egyébként nyitva van. Hát most jelenleg zárva van, de úgy értem, hogy üzemel, hiszen nézzétek meg, rengeteg könyv van. Úgyhogy vannak azért olyan üzletek, amik még üzemelnek. Itt is van valami. Ilyen tükrök vannak bent. Hú, nagyon koszos az üveg, nagyon nem látunk be. De egyébként ki lehet deríteni, hogy mi volt itt. Nem is olyan rég, még nyitva volt 2014-ben, hiszen Okos Panda nevezetű online street food show is volt itt. Ez egy harmadik számú bérlemény, ez valami vendéglátóhely lehetett. Most ez már nem derül ki, mert nincsen rajta. Csak annyi, hogy valami Okos Panda tett. Mondom, a Foodpandának az elődje, a Netpincérnek az elődje. Itt egy újságos volt egészen biztosan, hiszen a nyitvatartás még ki van írva. A gyerekek reggel 7 órakor nyit az üzlet. Egyébként itt vannak, ki meg vannak hirdetve az önkormányzat által, hogy kiadó, illetve elfogadnak Mastercard kártyát is. Sőt, kincsetérő választék lehet választani. Volt ilyen Monopol is. Kajan, ez egy időutazás. Nem szoktam nagyon kaparós sorsjegyezni, mert a szerencsejátékra nem biztatunk senkit, meg nem egy jó dolog, de meg könnyen megrészegültök, de ilyet életemben nem láttam még a lottozóba sem. Tehát jegyet is lehet, BKB jegyet venni, elég komoly. És látjátok, hogy a tábla ott maradt zárva. Benn maradt. Itt is valami, nem tudom, Migration Aid van. Látjátok, ott vannak a fűtőcsövek, illetve jó sok szemét van ment, ez valaki kilépett itt a nadrágjából. Én azt hittem, hogy ez valami cipőbolt, de itt ki van írva valami. Hát azért is gondoltam, ott egy cipőjelzés, meg ilyen virágos ajtó van, de németül is fel van ideírva. Szemüveges, hát ez üzemel még. Meg a lottózó is üzemel, sőt, itt már voltam is idén.
lejöttem telefont tölteni. Ugye telefont is lehet azért tölteni, ez azért üzemel, ez most csak zárva van. Tehát igazából a Déli Optika, az Antikvárium, meg itt a Lottózó üzemel. Ami nagy hiányosság, amit nagyon sajnálok. Ugye patkány méreg is itt ki van téve. Nem, mint hogyha itt sok ember vagy állat mászkálna, de nincsen miért itt mászkálni a patkányoknak sem. Látjátok, valaki már lerakta ide a kávéspoharát. Valamint itt a gyógyszertár, teljesen üresen. Hát ez még nagyjából jó állapotban is van. Nézzétek meg, még új radiátorok is vannak, tehát ez nem olyan rég zárhatott be ez az üzlethelyiség. Apotéke, gyógyszertár, hát kár, hogy már nem lehet gyógyszert kapni. Nézzétek, itt is csöpög a falból, málik le a mennyezet. Elképesztő tényleg, milyen állapotok vannak. Ezt se láttam soha még nyitva. Pedig nyitva van, mert ott világít, tehát áram alatt vannak a dolgok. Valószínűleg ez a Déli Delikát azért nyitva szokott lenni. Ezen a részen nem nagyon szoktam mászkálni napközben, mert mindig metróval megyek. Itt Pékség snack üzemelt valamikor. Egész komoly, kuka még benn maradt. Ágynemű. Ez plusz az. Illetve itt is volt egy antikvárium. Minek két antikvárium egy helyre? Az jó kérdés. De valószínűleg ez is üzemel, vagy csak itt hagyták a könyveket. Valószínűleg ezek még itt vannak. Tehát elképesztő állapotok vannak. És hát még arra megyünk fel, megmutatom ott is, hogy mi a helyzet. És nagyjából körbe is értünk, úgy fel is értünk ide. Ugye ez a kedvencem, ez a fémlap, amit ha odébb tolnánk, akkor valószínűleg egy nagy aknába kötnénk ki. És nincs is annyira lerögzítve, csak ide le van téve a földre. Úgyhogy kíváncsi vagyok, nagyon balesetveszélyes, és Istenben sem kívánom senkinek, hogy belelegyen, de kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ebből tragédia, hogy valaki, mondjuk ne adj Isten, belelép itt a lukba. Itt is vannak ugye üzlethelyiségek. Ugye erről már korábban mondom, volt videóm, csak így ennyire nem nézegettünk be az üzlethelyiségekbe, mert múltkor mondom, itt voltam, és úgy gondoltam, hogy közelebb jövök, és benézek, mert engem nagyon érdekelt, hogy mi a fene zajlik itt. Ugye a madár, kaki, amit senki nem fog soha felvakarni a földről. Itt van egy kis kocsma, dohánybolt, ezek ugye üzemelnek. Itt van egy pénzváltó, gyerekek. Hát pénzt már váltani nem fogunk tudni itt. Valószínűleg, szerintem itt jó be is láttok. Üvegfal mögött ültek a nénikék. Valaki még mindig ott hagyta a kávéját. Elképesztő. Illetve most már a volánbusznak a területe, ez le van zárva. Tehát, hogy milyen terület van itt, és hogy mit tudnak csinálni ezen az üzemi területen. Biztos nem átöltöznek, vagy valami. Elég érdekes dolgok vannak itt, hogy ez miért van lezárva. Valószínűleg azért, mert veszélyes. Csak ugye most már MÁV-volán egy csoport, és most már együtt csinálják itt a dolgokat. Egyébként ott van a Riley. A Riley nem szűnt meg, csak átköltözött. Azt az üzlethelyiséget meg úgy hagyták, illetve ott a Fornett is. Úgyhogy átköltöztek a metróhoz. Nyilván volt eszük, mert a metróba jön ki a sok ember, akik itt megmaradtak, az igazi túlélők. Tehát a metró villamos főelosztó van itt, illetve a szokásos lefóliázott üzlethelyiségek találhatóak meg. De arra is vannak üzlethelyiségek, csak nyilván oda nem tudunk átmenni itt a szalagkorlát miatt. Látjátok, hogy össze van kötve, meg le van lakatolva. Meg agyon van kamerázva az aluljáró is, tehát nyilván megbüntetnének. De valamikor be kellett oda menniük, mert egyébként az a logó, az azt hiszem 2014 óta használják a metrónál. Előtte nem használták ezt a logót, sőt, ha jól tudom, ez már a felújított logója a metrónak, tehát azt valamikor el kellett helyezni, meg nyilván, hogy ezt felújították, mert ez vadonatúj világítási rendszer. Ez annyira vicces, hogy új plafon van, ami tényleg nagyon jó.
a járólap még a régi, és kihalt üzlethelyiségek, illetve vannak itt csomagautomaták, meg minden egyéb más újdonság. Hát valamint ugye fenn már megmutattam nektek, hogy teljesen elbontották a régi bódékat, ahol a éttermek voltak, és ott most már szintén ugyanez a nagy pusztulat található. Közben le is szálltunk itt Békásmegyeren, és hát haza is értünk. Úgyhogy egy rövid lezárás így a videónak, mielőtt hazaérek teljesen. Gyakorlatilag a déli pályaudvar az egyik legfiatalabb pályaudvarunk, és az egyik legromosabb is, hiszen nagyon el van hagyatva. És hogy miért néz ki így, miért van ennyi üres üzlethelyiséggel tele? Ugye egy az, hogy a plázák elszívják az üzleteknek a nagy százalékát, de nyilván a közelben is van egy hatalmas pláza, nem szeretnék reklámozni, ezért most nem mondanám ki a nevét, aki jártas Budapesten az úgy is fogja tudni, illetve hát azért sem éri meg már nagyon ott a déli pályaudvaron üzletet nyitni, mert azért nincs akkora forgalma, mint egy nyugati pályaudvarnak vagy egy keletinek, nyilván azért nagyon sokan vannak, tehát ez egy olyan szellempályaudvar, ami igazából nem szellempályaudvar, mert naponta több ezren vagy több százan megfordulnak ezen a helyszínen, viszont mégis olyan szempontból az, hogy tele van ilyen szellemüzletekkel, és nyilván ugye ezeket nem fogják felújítani, meg az egész pályaudvart azért nem újítják fel, azért nem látunk egyetlen egy munkás sem, hiszen egy az, hogy nincsen pénz a további felújításokra, ugye gondolom én. Kettő az, hogy ugye már lemondtuk a déli pályaudvarról, hiszen már nagyon régóta, kb. 20 éve szó van arról, hogy el fogják bontani és összekötik a nyugati pályaudvarral. De hát ugye arra sincsen pénz, úgyhogy most áll a projekt úgy, ahogy van, emiatt rohad ott addig, ameddig nem jön egy észszerű döntés, hogy most lebontsák vagy felújtsák a pályaudvart. Én ennyit szerettem volna a mai videóban elmondani, hiszen szerintem többet nem lehet ezt ragózni. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és megnéztétek ezt a kis rövid vlogot, ami nem volt rövid. Legyetek jók, találkozunk legközelebb. Sziasztok!